Szép jó reggelt kívánok, haza az nem valószínű nálatok, hogy nem biztos, hogy reggel van, de nálunk jelenleg igen. Hol van ott bent a makitázó? A földön. Direkt ott hagytam mindent, ahol te nap abba hagytuk. Gyors helyzetjelentés, 10. napja vagyunk egyedül, Dani nélkül, mert ő ugye elutazott Japánba. Nem. A Freestyle BMX bicós válogatott edzőjeként. Igen, mert még Tokióba is. Hát a Tokió Japánba van, kézzel. Tokió, igen. Mert még ott nagyon sok. Pikachu van. Igen? Pikachu forma. Pikachu forma, Pikachu muffin. És még apánál már mindjárt lesz. Igen, és Oli ezt is tudja. Igen, nehezen beszélünk Danival, most belecsaptam akkor a közepébe, mert ugye ők 8 óra plusz eltolódásban vannak, ezért csak reggel tudunk beszélni, mert ugye akkor ott már délután van. De akkor általában Dani nem ér rá, és aztán amikor a gyerekek, vagy az Oli végez az oviba, akkor meg már ott ugye nagyon késő van. Úgyhogy keveset tudunk vele beszélni, nagyon hiányzik, és most már nagyon várjuk, de hamarosan érkezik, kedden, vagy hogyan? Még kettőt kell aludni még, tehát 3 nap nélküle. Szóval ez a mini helyzetjelentés a Danit illetően, illetve betegek vagyunk, úgyhogy teljes betegség van itt a csapatban. Olika lázas, köhög, orfolyes, hát ez a vírus, tipik vírus, úgyhogy pénteken már a teljes brigád itthon töltötte a napot. Hát, majd mesélek egy kicsit később róla, most reggelizek, aztán majd meglátjuk, hogy zajlik a nap. Az biztos, hogy beszámolok nektek, hogy hogyan vagyunk az együtt alvással, mert az nagyon izgi. Micsoda? Nekem meg pont nem ízlik a... Mi? A tej. A tej se ízlik? Meg még a számos. Meg még a műzli se. Hát akkor már nagy baj van, ha neked a műzli nem ízlik. Az egyik kedvenc. Itt elindult a kézműves szakkör. Nagyon szeretnek rajzolni egyébként a gyerekek. Most Daninak készül egy fantasztikus rajz. Ha minden igaz, az Olivier majd most embereket fog rajzolni, a családunkat. Nézd, ez igazi felhő. Felhő. Nagyon ügyes vagy. Na, dolgozzatok, addig én is dolgozok. Készítem a gyógy húslevesünket, ami a betegek pocakjának reméljük, hogy a legjobb lesz. Bár már tegnap készült kedvenc leves is, az a paradicsomleves betűtésztával. Tegnap még nem aratott nagy sikert, úgyhogy tényleg betegek, de ma már azt mondták, hogy nagyon szeretnének belőle enni, de mindegy, azért húsleves is készül. Csak azért egy-két apróságot majd még bevetek, hát ha le tudok tolni pár falatot a torkukon. Hello! Itt van apa! Apa! Tessék! Hogy nyúzsira váltottál, nem babi? Tessék! Mi voltál? Jaj, semmi. Hát náluk így zajlanak a családi videóhívások. Ott már mi voltál? A gyerekek odáig meg vissza vannak ezért. Mi vagy? Bogarakat nem kérünk, inkább egy nyuszit szeretnénk látni. Bogarakat szeretnénk látni. Sziasztok, gyerekek! Na, úgyhogy itt Dani elszorakoztatja a gyerekeket. Még jó, hogy most hétvége van. Kisebb fajta káosz mellett készül a húsleves, egyszer csak elkészül, kis csúszásban vagyunk, se baj, ő is káosz a lakásban. Paradicsommal dobálják egymást. Eltalálta. Nem baj, legalább ezáltal volt egy kis időm, úgyhogy gyorsan rendet rakok, meg befejezem a hamit. Gyönyörűeket csinálsz. Ezt megint apának. Már nagyon-nagyon várjuk, hogy hazaérjen be. És ennyi minden elkészülünk egyébként neki. Csomó rajzot csináltak a gyerekek. Elise festés, meg Oli rajzok. És Dani kapott karácsonyra egy ilyen képkeretet, amiben ugye rajzokat lehet tenni, és az a jó része, hogy ki lehet nyitni. És akkor így egyszerűen lehet váltogatni a rajzokat, hogy így gyűjtjük, és akkor egyet mindig előre teszünk. Úgyhogy mi ezzel várjuk haza a Danit, és ugye hamarosan egyébként haza fog most már érni. Nekem hosszú volt ez az 11 nap nélküle, nem voltunk még ilyen hosszú időt Danitól távol, és én nem voltam még így ilyen hosszú időt a gyerekekkel hármasban. Ugye ebben volt két hétvége is, hétköznap is, volt betegség. Ugye, úgyhogy tényleg mindennel szembesültem. Barátaink is mindig kérdezik tőlem, hogy bírom, hogy vagyok, mizu, és akkor mindig azt mondom nekik is, hogy őszintén ez egy ilyen hullámvasút volt, abszolút. És volt, amikor azt hittem, hogy Dili házba fogok kerülni, meg hogy idegösszeroppanást kapok. Aztán meg azt éreztem, hogy hát itt semmi gond nincs, én tök jól vagyok, tök jól vagyunk a gyerekekkel.
minden rendben van, meg így veregettem magamat az esti altatások után, hogy na, egy újabb jó kis nap, egy újabb jó altatás, ezt is megcsináltam. Úgy kicsit én ezt egy ilyen kihívásnak tekintettem egyébként, mármint, hogy nagyon sok új szituációval szembesültem, és azzal a ténnyel szembesültem, hogy valóban nekem kell egyedül mindent megoldanom, és nehéz helyzetekben azért Olival nagyon sokat meccseztem, nagyon sok kiszti volt, és hát itt elő kellett vennem a legtürelmesebb énemet, és őszinte leszek, egy csomó olyan helyzet volt, amikor nem tudtam türelmes lenni, és ilyenkor jó, hogyha van egy társ, akire úgymond átpasszolhatod azt, amikor te úgy elfogysz, elfáradsz benne, és akkor úgy megelőzöd azt, hogy kitörjön a balhé, és hát ilyenek... A vulkán. Most Olivier jó, hogy ezt egyébként így hallgatja, de hát ő is pontosan jól tudja, hogy azért sokat veszekedtünk. Ugye, Oli? Bizony. És amikor itthon van a Dani, akkor azért szerintem nincs ennyi veszekedés. Úgyhogy nagyon sokat tanultam ezekből a helyzetekből. Egy csomószor bánkódtam. Tényleg volt, hogy úgy feküdtem, hogy nagyon megbántam, hogy ez is az történt, és hogy ezt jobban fogom majd következőleg csinálni. És egyébként jobban is csináltam. Jó napot! Jó napot kívánok! Beteg koma! Úgyhogy egy jó kis önismereti utazás is volt egyben, nagyon-nagyon sokat fejlődtem, tanultam magamról, meg a gyerekekről is, jobban megismertük egymást, úgyhogy ha így a pozitívumát kell nézni, akkor egyébként ez egy jó időszak volt ebből a szempontból. De azért, amikor a piacról jöttünk, meg a játszótérről, és a végén már majdnem mindenki is a kezemben volt, mert motor, a gyerek, a táska, a másik táska, és még egy kis hiszti is, hogy a Olivier sem szeretne már többet sétálni, akkor azért úgy az ő sok mindent gondoltam, meg láttam a szánakozott tekinteteket az emberek arcán. Úgyhogy kicsit beleképzeltem magamat így, mint hogyha egyedülálló anya lennék, és hát tényleg le a kalappal amúgy azok előtt, akik egyedül nevelik a gyerekeiket, vagy esetleg olyan a párjuk, aki úgy sokat van távol otthonról, azért nem egyszerű. Tehát ezt most én így belátom. De minden is megoldható. De azért más a helyzet, úgyhogy már várom haza Danit. Úgyhogy az elmúlt 11 napom az nagyjából úgy nézett ki, hogy lavíroztam a gyerekek, a munka, 0-24-ben ugye ők nagyjából. Hát a me time az ugye most nem volt, de hát ezt tudtam is, hogy ez nem is lesz. Este voltak azért kikapcsolódásaim, amikor lefektettem őket. De igyekeztem a munkát is egyébként úgy megoldani, na már Oli, direkt hangoskodsz. Játszunk, megyek játszani, csak ezt befejezem ezt a mondatomat, és megyek is, hogy altatási időkben próbáltam, közben videóztatok is, jó. Szóval altatási időkben próbáltam azért dolgozgatni, mert ha nem áll meg az élet, és nekem azért úgy vannak kötelességeim is, és köszi. És nem csak itthon, hanem Samsungnál sem állt meg az élet, olyannyira nem, hogy elindult az év, és már több hete itt van nálam a legújabb készülék, az S24 Ultra. Két gyerekes anyukaként a telefon strapabírósága elég fontos tényező. Volt már rá példa, hogy többször kiesett a kezükből a telefon, de sajnos nem csak a gyerekekéből, hanem az enyémből is. Akármennyire odafigyelek rá, sőt, minél jobban odafigyelek, annál többször esik ki a kezemből a telefon, és a másik szobában hallom a Danitól, hogy ne! És de, sajnos, pedig esküszöm, annyira vigyázok rá. Úgyhogy a Samsung gondolt rám is, strapabíróbb titánkeretet kapott a telefon, sőt, még karcálóbb a kijelzője is, mint valaha. Színek terén ismét nagyon sokból lehet választani, kezdem az alapabb színekkel, ugye van titán fekete, titán szürke, a lila az már egy kicsi speckó, viszont az én személyes kedvencem a titán kék és a titán sárga, az elég extra. Viszont ezeken túl persze vannak újítások és érdekességek is az előző verzióhoz képest. Ebben az évben megjelent az AI, ugyanis a készülékek jó pár új mesterséges intelligencia funkciót kaptak, bár én egyelőre ezzel barátkozom, tesztelgetem, de azért nézzünk pár érdekességet. Képszerkesztés terén nézzük ezt a példát. Bár nem vagyok híve a képszerkesztésnek, de a Galaxy AI segítségével már könnyedén eltávolíthatunk vagy mozgathatunk tárgyakat, embereket. Külön ki tudjuk jelölni a fénykép tárgyát, ezt törölni, mozgatni és átméretezni is tudjuk. De ki is tudjuk tölteni a képet, hogy ezzel is tökéletesítsük az eredeti képünket. Bekarikázásra a keresés a Google AI segítségével, bármit bekarikázhatsz a neten vagy a fotódon. Biztos voltál már te is úgy, hogy valami megtetszett egy fotón vagy a videón, és úgy szívesen lecsekkoltad volna, hogy ez pontosan hol kapható, mi ez és hogy mennyibe kerül. Na most ezzel az új funkcióval ez tényleg baromi egyszerűen működik is.
Csak be kell karikázod, amire kíváncsi vagy, és már dobja is ki a Google a képalapú keresés segítségével. Nemrég óta van nálam az S24 Ultra, úgyhogy ezek tényleg olyan újítások, amivel még nekem is ismerkednem kell, az AI-jel is barátkozom, de első körben ezek lennének azok a dolgok, amiket én szívesen kiemeltem volna nektek. És akkor jöjjön végre, mesélhetek nektek az alvásunkról, vagy a nem alvásunkról, ez mindjárt kiderül. Először is nézzétek meg, hogy ez lett a végső alvós szobánk, a végleges. Ugye került még oda a polc, betettük a fotelt, hogy majd ott olvasok a gyerekeknek, meg ott tartatom Elit, és ugye akkor így van most a két ágy. Egyébként köszönöm a sok-sok kommentet az előző videóm alatt, tanácsokat, tippeket, észrevételeket. Tök jó lenne megfogadni azt a tanácsot, amit valaki írt, hogy úgy rakjuk a két kis ágyat, hogy lássák egymást a gyerekek. Tök logikus egyébként, meg szerintem is működhetne, csak nem tudom, hogy mi helyben hogyan férünk el. Na de nézzük az elejétől. Szóval, az első esténk után láttátok a beszámolónkat. Az első pár éjszakánk az nem volt annyira egyszerű. Nem tudtuk, hogy hogyan alakítsuk ki az esti altatást, aztán éjszaka megébredtek is a gyerekek, de egyébként szerintem ez nem az együtt alvásnak köszönhető. Egyszerűen nálunk sokszor vannak olyan időszakok, még mindig Oli életében is, hogy ő is sokat kell. Az Eliz meg igazából csak stabilan hozza azt az 1-2-t, és akkor tudjátok, így összeadódik, és emiatt csomószor kelek, vagy kelünk éjszaka. Na de, bekerültem a mély vízbe, ugye Dani nem sokkal rá is ment, úgyhogy hát jött az az első nagy kérdés, hogy hogyan altassam őket. Előtte, amikor ketten voltunk, akkor külön altattuk őket, sőt, ugye az Elizt előbb is elhoztam aludni, őt ugye szokásosan én, ahogy mondtam is, éneklés, dudolás, tápi, aztán be az ágyba, és egyedül elaludt. Majd jött az Olivier, csendesen olvasgattunk neki itt ebben az ágyban. Egyébként utána már nem is ébresztette fel többször Elizt, így az altatás során, úgyhogy ez abszolút működött, de hát miután egyedül maradtam, egyedül kellett megoldanom az altatást. Volt már erre nyilván példa, de ilyen egyszeri, egyedi eseteknél ezt én úgy oldottam meg, hogy az Olivier mesét nézett addig, ameddig én bent tartottam az Elizt. Próbáltam úgy is, hogy játszon, de egyszerűen mindig kellettem mindenhez, és ugye az volt a kiabált utánam, és akkor az Elizt így megzavarta, úgyhogy ez nem ment. De hát így, hogy most ezt ugye hosszabb ideig, meg rendszeresen kellett csinálnom, nem szerettem volna azt, hogy ő minden nap mesét nézzen este, úgyhogy kénytelen voltam megpróbálni azt, hogy együtt altatom őket. És elképesztően büszke voltam az első ilyen együtt töltött esténkre. Befeküdtünk, képzeljétek ide Olivier ágyába, hát épp, hogy befértünk, én középre, két gyerek két oldalamra, Elizt itt a vállamon, ezzel a kezemmel fogtam a bogyó és babócát, a cumis üveget beraktam a szájába, ő egyébként tök ügyesen két kézzel megfogta és itt a mellettem, és olvastam a gyerekeknek. Mondjuk az hozzátartozik, hogy hétvége volt, és akkor ugye napközben olyankor nem alszik az Olivier, és olyankor meg sokkal könnyebben elalszik este. Úgyhogy ez így nagyon szuperul működött, 9:40-10-kor, szerintem 10 percet olvastam, és mind a két gyerek elaludt. Én nem hittem el, hogy a meseolvasásra az Elizt is elszundított, fészkelődött jobbra-balra, és aztán tök ügyesen elaludt. Sőt, az Olivier talán előbb aludt el, mint az Elizt, nagyon fáradtak voltak, úgyhogy nagyon büszke voltam magamra, hogy ez így működik, és onnantól kezdve képzeljétek el, hogy most már ugye itt a még két hete, nem is tudom mióta van ez így, azóta minden egyes nap együtt altatom el a gyerekeket, annyi különbséggel, hogy nem ebben a pici ágyban, hanem kialakult nálunk most már az a szokás, hogy átmegyünk a mi hálószobánkba, és akkor ott a nagy ágyon sokkal jobban elférünk, átviszem a kispárnákat, szuszi, mi egyéb táp, lámpa, bekészítve, csendben vagyunk, szól a zene, de közben olvasom a mesét. És így szépen mind a két gyerek tök nyugiban elalszik. Hát nem mondom, hogy nem volt egy-két próbálkozás a gyerekek részéről, hogy majd ők ott játszanak, de egyébként annyira mégsem. Talán annyiban, hogy egymás mellett szerettek volna feküdni, vagy hát az Oli az Elizt mellett, de az úgy annyira nem ment, mert az Eliznek még kellek, és piszkálja a hajamat, a fülemet, ő simízget, meg fogom a kezét, és aztán úgy mind a kettőknek végül is az vált be, hogy akkor hozzám tudnak bújni. És hát most rájöttem így. 4,5 év után, hogy az Olivier sokkal könnyebben elalszik úgy, hogy befekszik mellém és test közelben van, és ez is sokkal jobban működik. Úgyhogy igazából az együttalvás tekintve az altatás az, ami szerintem egy ilyen óriási nagy lépés és kérdés volt, és aztán ugye miután elalszik a két gyerek, mind a kettőt egyébként áthozom a saját kis ágyukba, és amúgy jól alszanak, és szeretnek együtt aludni, nem ébresztik, ha ébrednek, mert egyébként ébrednek, most azt ne gondoljátok, hogy most amiatt, mert együtt alszik a két gyerkőc, most megnyugtatják egymást, és nem is ébrednek fel. Nincs erről szó, viszont stabilan az Elike, most tök jól beálltunk az elmúlt mint a pár napban, hogy egyetlen egyszer kell hajnalban, én akkor megetetem. Az Olivier is van, hogy felébred egyszer vagy kétszer, de most vagy azért, mert egy kicsit fél, és akkor szól nekem, vagy azért, mert pisilnie kell, és most egyébként a
szobatisztaságot így most nála próbáljuk elhagyni, hogy mert nála is még mindig pelus van, úgyhogy kiviszem pisilni, úgyhogy nyilván kellünk éjszaka, viszont képzeljétek el, abszolút nem ébresztik fel egymást, hogyha sírás van, vagy valami beszélgetés, vagy ébrellét éjszaka bármelyiküknél, egyikőjük sem ébred fel, vagy ha fel is ébred, akkor nem zavarja és visszaalszik. Úgyhogy nálunk abszolút bevált ez a közös szoba, és nagyon szeretik a gyerekek is. Kérdeztem azóta Olivért is, hogy jó ez, így szereti-e, és nagyon szereti. És reggel egyébként egymást keresik. Olika, Olika, Elis, hol vagy, hol vagy? Úgyhogy ez egy jó dolog szerintem. Na, és akkor ez lesz a videóm lezárása. Megint beszélős volt, de azt mondtátok, hogy szeretitek, úgyhogy remélem továbbra is szeretitek. Én nagyon szívesen mesélek egyébként így a tapasztalatainkról, hát ha ezáltal tudok valakinek segíteni, de jöhetnek kommentben az észrevételek, továbbra is a tapasztalatok, mert azokból meg mi tanulunk, úgyhogy ez egy kis beszélgetés lehet ott a chatben. Én figyelem a kommenteket, nem én válaszolok mindenre, de mindent látok, és nagyon köszönöm nektek, hogy itt vagytok velünk. Remélem, hogy tetszett a videó, ha igen, akkor dobjatok rá egy lájkot, és találkozunk egy következő vlogban. Sziasztok!